Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió pénteki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Gála mérkőzés. Az országgyűlés labdarúgó válogatottja tisztelgett a soproni népszavazás emléke előtt. Tiszteletadás. Koszorúzás a centenáriumi emléktáblánál. Megjelent a Lenkvilla album. Igényes kötet az állandó kiállításhoz. Gála mérkőzéssel tisztelgett az országgyűlés válogatottja a soproni népszavazás emléke előtt. A csapat Sopron közéleti válogatottja ellen lépett pályára csütörtökön a Városi Stadionban. Isten áld meg a magyar. A mérkőzés előtt a csapatok a himnuszt közösen énekelték el. A kezdőrúgást egy soproni legenda, Csapó Károly két világbajnokságon szerepelt, 19-szeres válogatott játékos végezte el. A mérkőzésre sokan kilátogattak, hogy a focistákkal együtt emlékezzenek az 1921-es népszavazásra. Magyarországgyűlés válogatottja tisztelek Sopron a hűségvárosa előtt azzal, hogy itt vannak, és a 100. évfordulón a Covid miatt elmaradt gála mérkőzést most tudjuk pótolni. Sportértéke mellett természetesen a közösségépítésnek és az összetartozást jelképezi ez a mérkőzés. Én nagyon örülök annak, hogy a Magyarországgyűlés képviselői államtitkárai, helyettes államtitkárai itt vannak városunkban, és hogy ellenük a soproni térsége közéleti válogatottjával, az ömében polgármesterekből álló csapattal tudunk egy jó labdarúgó mérkőzést játszani, itt a sok soproni és térségi szurkoló előtt. A meccsen az első gól sem váratott sokat magára. A gólszerző a 22-es messzámmal pályán lévő Róka Norbert! A magyar országgyűlés válogatottjának képviselői hangsúlyozták, Sopron polgárai 1921-ben példát mutattak hűségből és hazaszeretetből az egész nemzet számára. Fontos Sopron kapcsán arról beszélni, hogy mi történt akkoriban, egy évvel korábban, hiszen a nemzetnek egy olyan tragédiáját kellett megélni, mint a trianoni békediktátum, és legyünk őszinték, akkor Magyarországot halálra ítélték, de most elmondhatjuk már 102 évvel Trianon után, hogy itt vagyunk, mint a Kárpát-medence legerősebb nemzete, és nem csak egyszerűen túléltük Trianont, hanem jó erőben éltük túl. Annyi katasztrófa ért minket, hogy ilyenkor mindig fontos visszaemlékezni egy-egy olyan dicső történetre, ami a nemzet életében megtörtént. Ilyen volt a soproni népszavazás is. 101 esztendővel ezelőtt az első népszavazás, ami érvényes volt és eredményes volt, és azért jöttünk el ide, hogy fejet hajtsunk a három generációval ezelőtti soproniak előtt, akik között voltak magyarok, németajkúak és horvátok, és egyaránt a többség úgy döntött, hogy Sopron és a környékbeli falvak, azok maradnak Magyarország területén. Ez mindenféleképpen egy olyan a történelmünkben, amire jó emlékezni, jó tisztelegni az ősök emléke előtt, és azért vagyunk itt, hogy büszkék legyünk rájuk. Ez ma is, a mai nehéz időkben is erőt és tartást ad nekünk. Odaadó játék, jó passzok, szép cselek és lelkes szurkolótábor jellemezte a mérkőzést. A pirosban játszó parlamenti csapatban a közélet ismert szereplői mellett vendégjátékosként előadó művészek is részt vettek. A barátságos meccs végül döntetlennel zárult, Sopron, országgyűlés 1-1. A barátságos gálamérkőzést koszorúzás előzte meg a hűségkapunál. A centenáriumi emléktábla előtt csendes főhajtással tisztelgett Sopron hűsége előtt a Magyar Országgyűlés válogatottja. Az ünnepségen dr. Farkas Ciprián polgármester, valamint városi tisztségviselők és számos környékbeli polgármester vett részt. A soproni erdőkben is megkezdődött a szarvasbőgés. A gímszarvasok viselkedése ilyenkor látványosan megváltozik. Fontos, hogy ebben az időszakban ne zavarjuk a vadakat, és a szokottnál óvatosabban vezessünk erdős területeken. Szeptember minden vadásznak és természetkedvelő embernek az egyik leginkább várt időszaka az évben, ugyanis ilyenkor zajlik a magyar erdők királyának, a gímszarvasnak a nász időszaka, a szarvasbőgés.
Alapvetően ugye a gímszarvasról azt kell tudni, egy rejtett életet él, viszont ebben az időszakban, a párzási időszakban, ami tulajdonképpen augusztus végétől egészen október elejéig tarthat, a bikák rendkívül aktívak, tehát nagyon gyakran előfordul, hogy nappal is keresik a nőstények társaságát. Nyilván ilyenkor az a cél, hogy egy bika minél több nőstényhez jusson, és a bikáink közül is a legjobb képességűek, a legjobb genetikájúak termékenyítsék meg a legtöbb nőstényt. Ezzel ugye érjük el azt, hogy a megszületendő utódok lehetőleg a legjobb képességűek lesznek. Ez az időszak egyébként, mint mondottam, a vadászati idénye is a gímszarvas bikáknak. Ebből kifolyólag bizonyos területeinken, az erdőgazdaságunkat nézve a síkvidéki erdészet területén számíthatnak erdőlátogatási korlátozásra a kirándulók. Ez azt jelenti, hogy a Ivár-Öjtök Muzsaj térségében az erdőterületeink reggel 9 és délután 3 óra között látogathatók. Ezen kívül eső időszakban pedig a vadászat miatt ugye erdőkorlátozás vagy erdőlátogatási korlát van életben. Ez egyrészt a vad nyugalmának a biztosítása érdekében, másrészt pedig ugye a balesetveszély elkerülése miatt is fontos. Aki szarvasbőgést szeretne hallani, megteheti ezt az erdőháza vagy akár a Fehér úti tó környékén. Azonban mindezt úgy tegyük, hogy a kijelölt útvonalakon közlekedünk, hogy ezzel is biztosítsuk a vadak nyugalmát. Szeptember 16-án pénteken és 17-én szombaton, valamint a rákövetkező két hétben ugyanígy pénteken és szombaton szarvasbőgés túrát, szarvasbőgés pikniket szervezünk. Ennek az indulópontja az erdőháza lesz, 25 fős csapatok jelentkezését vagy csoportok jelentkezését várjuk, tehát mindenképpen előzetes regisztráció szükséges ehhez. A program pedig úgy fog kinézni, hogy egy kis előadás a szarvasbőgésről, a gímszarvasokról, ezt követően a Vadas Parkban élő állatainkat lehet megnézni, majd pedig a területen egy kis piknik hangulattal igyekszünk mindenkinek, aki részt vesz, megmutatni, hogy milyen is a szarvasbőgés, és élőben lehet ezt majd megtapasztalni. Ebben az időszakban a nappali órákban is fokozott óvatossággal vezessünk, ha erdős vagy mezőgazdasági területek mellett haladunk el, mert egy 250 kilós állat komoly balesetet tud okozni. Megjelent a Lenkvilla katalógusa. Az album egy kísérő kötet a mestermű, polgári életvilág és kézművesség a 19. század végi Sopronban néprajzi állandó kiállításhoz. Teremről teremre haladunk a kiadvány lapjain, ami bevezeti az olvasót a Lenkvilla múltjába és jelenébe, aki forgatja, megismerheti a műtárgyak és mesterségek történeteit. A napokban került ki a nyomdából a Soproni Múzeum Lenkvilla állandó kiállításához kapcsolódó kísérőkötete. Nagyon örülünk neki, ez egy 220 oldalas, gazdagon illusztrált, tudományos igényességgel megírt mű. Soproni Múzeum csapatmunkája, Slavskovszki Mariannak a kurátori irányításával, és maga a kötet, az végigvezet minket a Lenkvillán, a Lenkvilla épület történetéről, a család történetéről is mesél, de ugyanúgy a kísérő történetet is végigolvashatják benne. Ugyan a könyv egy tudományos anyag, de ajánlják mindenkinek, aki otthon is elmerülne a kiállítás részleteiben. Ennek a kötetnek az egyik nagy erénye a tudományos jellegén kívül az, hogy gyönyörű fotók vannak benne, mind a műtárgyfotók, mind az interjúr fotók csodálatosak benne, és a szövegek is olyanok, hogy akár ajándéknak, akár egy látogatás után további olvasásra is mindenképpen ajánljuk. A soproniak régi álma valósult meg, amikor a Lenkvilla ikonikus épülete 2020-ban visszanyerte régi pompáját. A múzeum munkatársai hasonló lelkesedéssel várták, hogy végre kézben tarthassák a katalógust, melynek lapjain életre kel a kézműves és nagypolgári életvilágok találkozása. 25. születésnapját ünnepli a Soproni Tigrisek Egyesülete. A sportszervezet streetballal, koncertekkel és bemutatókkal teszi különlegessé a jubileumot. A streetball kupára szombaton reggel még lehet jelentkezni, továbbá várják a hárompontos és büntető dobóversenyre is a nevezéseket. Egy teljes nap, mely a kosárlabdáról és a tigrisekről szól. Szombaton 9 órától startol el az esemény, mondta el Nagy Tamás, az egyesület elnöke. Ebben az évben ünnepeljük a 25. születésnapunkat, és egy egész éves programsorozat, de azt hiszem ez lesz a csúcspont. Szombaton a Mária szobor előtt egy nagy streetbar rendezvény lesz, de nem csak streetbar rendezvény, hanem egy komplett kosárlabdás nap. Reggel 9-kor különböző korosztályok pattogtatják a labdát, és amit el kell mondani,
hogy az a streetball pálya lesz itt, ami a következő héten a Hősök terén lesz, tehát egyetlen egy városban se volt még olyan, hogy mind a négy pálya, a center pálya kívül másik három is műanyagborítás lesz, tehát nem csak fölrajzolják rétával a pályát. A legkisebbektől a 11 évesig egészen van egy super old kategória is, ahol 170 évnek kell fent lenni a három játékosnak a pályán, tehát mindenkit várunk. Érdekességekből a nap második felében sem lesz hiány. Az akrobatikus kosárlabdázók fogják a Mária Szobó területét elfoglalni. Itt lesz Verecke Jákos, a háromszoros paralimpikon olimpiai bajnok, mint díszvendég, és hát ha megengedik, egy kicsit puskáznom is kell, 13 órakor lesz az eredményhirdetés, 14 órakor a kerekesszékes kosarasok veszik át a területet, ott kipróbálhatja majd az is, aki nem kerekesszékből ül, hogy milyen nehéz ezt a sportágat üzni, és 15 órakor kerekesszékes táncbemutató lesz, ez is egy érdekesség, majd utána a Tóth Antal iskola siket gyermekei gúla és jelbeszéd bemutatója lesz, és van egy vak művész, 15 óra 30-kor Jánoki Márió fog zongora előadást tartani, és hát a fiatalok a kedvence, amit közvéleménykutatás alapján ezt kérték a fiatalok, az AK-26-os koncerttel fogja 4 órakor a rendezvénysorozat befejeződni, illetve a koncert után fejeződik be, a koncert 4-kor kezdődik, körülbelül olyan 3-5-re végződik, úgyhogy még fel tudnak érni a születi mulatságokra a sportolók meg az érdeklődők. Az esemény központja a Várkerület Mária Szobor körüli területe lesz. A nap az AK-26 koncertjével zárul. Záporra számíthatunk. Az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunkban a Soproni Önvédelmi Projekt és Toborzó napról lesz szó, majd az Erdei utakon Revicki Gáborral című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton eleinte eső, zápor, zivatar várható. Napközben egyre nagyobb területen süthet ki a nap. Az élénk erős északnyugati szélben 18-26 fokra van kilátás. Vasárnap a napsütést időnként felhők zavarhatják, elszórtan futó zápor, zivatar is előfordulhat. Az élénk erős északnyugati szélben 21 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Hétfőn is még többfelé lehet élénk erős a szél, de sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakulhat.